Első a legelsők közt, 8. éve adják át hazánk legrangosabb nem állami elismerését, a Prima Primissima díjakat. A 15 milliós pénzjutalomra a már díjazott Weiser Alinda mellett idén a másik műsorvezetőnk is esélyes lett. Hogy kell legyűrni a lábremegést, tudod? Most éppen erről beszélgetünk. Nekem már sikerült, és te nem tudtad, ugye, hogy nyertél egészen addig, nem. Amíg be nem mondtam. Ezt mondtam neked, hogy ne ijedj meg az üzletemberek fapofáitól, nem jelent semmit. Te velem is elhitették, hogy biztos, hogy nem. A rangos eseményen megjelent a politikai és gazdasági elit színejava. Biztonsági kapukat is felállítottak, amik minden veszélyesnek tűnő tárgyat kiszűrnek. Ki van téve a képe mindenkinek? Hogy véletlenül se rossz helyre üljünk. Itt ülsz? Aha, itt szélén? Végülis ez jó jel. Szerintem mindenkit a szélére. Mindenki a szélére? Az ültetésből nem lehet következtetni az esélyekre. Abból már sokkal inkább, hogy a sajtó kategóriában a két másik jelöltnek több mint 30 éves a szakmai hírneve. Egy nehézség van, ha Primissima, hogy beszélnie kell. Van beszéded? Nem, direkt Bobonából én se készültem, nagyon megfogadtam helyes. A tanácsodat. Az nagyon jó, nagyon jó. Tehát lesz 15 másodperce, ha Primissima innen a színpadig, hogy kitaláljon egy beszédet, ami tulajdonképpen lehetetlen. Még 2 órát kell várni, hogy a sajtó kategória sorra kerüljön. Hesztánnak a díjátadó körüli gondjai azonban már ezelőtt 8 órával elkezdődtek. Kíváncsiak voltunk, mi történik a díjátadó napján egy jelölttel. Most jöttünk a ruháért, mert már elkészült, de még tartunk egy utolsó próbát, úgyhogy elhoztam a legfőbb kritikusomat, a hugomat is megnézni. Hesztát azért kísérjük ide, mert a meghívón jelölt öltözködési kód Black Tie. Ez fekete smokingot jelent az uraknak, és kesztyű nélküli, újatlan, hosszú estélyi ruhát a hölgyeknek. Na hát akkor el is próbálom.